Orvosai napi 24 órában megfigyelik Boros Lajost, a műsorvezetőt nemrég műtötték, szívritmus szabályozott kapott. Köszöntjük a stúdióba, ki más, mint Boros Lajos. Jó reggelt, szia! Most jó is figyelnek? Az orvosok? Persze, hát az vagy 24 órában figyelnek. A pacemaker ez egy rohadt besugó. Az itt van valahol, aha, itt bennem, és telemetrikus módszerekkel elárulják, hogy mikor mennyi volt a vérnyomásom, és akkor jön az orvos, hogy mit csinált maga? Elrontotta a művemet. Aha. Harmadik hónapja ezen dolgozok, és akkor most milyen alacsony a ritmusa. Ez a kis dög meg árulkodik. Hallod, de ki tudja, hogy mit építettek még beléd, hallod? De ilyen csipeket. Hát, ha már nyitva volt, és oda betettek valamit, akkor figyelj, tegyetek még bele neki valamit. Igen, én kérdeztem, hogy mekkora a memóriája, meg a kis zenét betettem. Na de komolyra fordítva szólt, hogy érted magad? Tegnap levittem sétálni Zolikát, és megmutattam neki a belvárost, és nem volt sem esésem a szívritmusban, sem növekedésem, hanem olyan nagyon kiegyensúlyozott voltam. Aha, te egyébként ez hogy jött nálad? Tehát ezt hogy vetted észre? Mert ez olyan, úgy ez történt, elég hogy letelt 70 év. Jó, igen. És okay. Azt elgondolkoztam, hogy mi nem volt még nekem. Aha. Mi a szívvillentyű elégtelen. Tök jó, kinek van? Ha anyámnak volt, nagyanyámnak volt, nagyapámnak volt, apámapjának is volt, ez nekem jár. Erre a gyerekeim rémülten nézik, hogy ne szórakozzak én ezzel. Mondom, ezzel nem szórakozok, ez adottság. És az történt, hogy egyszer csak, jó napot kívánok, cukorbetegség vagyok, Boros urat keresem. Mondom, szépen, ülj le. Tessék leülni. Nem, mivel szolgálhatok? Kis diéta, semmi más. A sonnyidög neki támadt az ínyemnek. Az ínyemben meglazultak a fogak. Nem tudtam rágni, elkezdtem fogyni. Eddig ez tök szimpatikus, igen? Ja, állatira ez teljesen jó. A diéta is jó volt, meg minden. És akkor egyszer csak jött egy olyan, hogy hát... sétáltam az utcán, ja nem, úszni mentem, mert minden nap úsztam. Merkeli professzor azt mondta... De akkor te is az olimpiára készülsz, mint a széni, ugye hasonlóan. Nem, én egy süllyedő versenyre készülök. Nem, az történt, hogy azt mondta ezelőtt 6 évvel a professzor, hogy van egy eltömödésem, koszorúira eltömödésem, nem tudja ki... stentnek hívják. Stenttel nem tudja kitágítani, mert nagyon közel van a szívfalhoz. Azt mondja, ő ajánl egy gyógyszeres megoldást, de akkor sportolni kell intenzíven. Mondom, mit kell csinálni? Hát mit sportol? Mondom, úszok. Azt mondja, mennyit? Mondom, heti 2, azt mondja, heti 5. Mondom, 3, 5. Mondom, 4. Mondja őt. És akkor elkezdtem 7 évvel ezelőtt, 7 évig úsztam minden hétköznap. 1500 métert. De most nem úszhatsz. Most nem, de Zolika most visszatlan lesz, jöhet, igen. Igen, alig várom. Nagyon kemény, várjál, mert az előbbi elkezdtem poénkodni ez az utas, hogy heti 5 nap, most nem tudom összerakni, hogy várjál. De rendes, hogy betartod az utasításokat? Tehát azért abszolút, nincs egy ilyen kihágás. Abszolút. Akkor az respekt, tehát hogy akkor egy nagy főhajtás előtted már is. A legnagyobb élményem, hát én komolyan mondom, a vizsgálatokat gyűlöltem, mert azt hittem, hogy ez az orvosok szórakozása. De azt mondták, hogy a szívbillentyűmmel gond lehet, mert egyszer csak elszédültem egy szobában, és azon vettem észre magam, hogy 4 kézláb állok. De addigra már volt ott 2 nővérkém, mert ez egy valakit látogattam. Aha. És attól a pillanatok kezdve irány a szívbillentyű megfigyelés. Hmm. És akkor kiderült, hogy ehhez kell egy csomó vizsgálat, egyik vizsgálat a legjobb, mindenkinek tudom ajánlani, hol egy kamera. Gyerekek, próbáljátok ki az ilyen. Elmentek egy kórházba és kértek gégén keresztül lenyelhető szívbillentyű megfigyelő állást. De jó kezek te. Ezek isteniek, hallod? Nagyon jól hangzik. De mondom, de ez engem irritálna, mert ott a nyelvem tövét, ha elkezdi mondta, valaki macerálni. Nem, csak úgy érzed. Mondom a doktornőnek, hogy... Várjál, bocsáss meg, hogy ez micsoda? Várjál, ezt a fogával, úgy hallottam, a fogával csináltatok róla egy animációt, ez igaz? Ez az? Ez minden héten megjelent egy animációnk a napi témákból. Van egy olyan rádiónk, egy szűk zárt körül, ja, amelyik MP3-ba küldi az anyagokat, és a 100 perc anyagból mi mindig csinálunk egy 2 perc poén. Ja, értem, aha. És ez, hát ez a Boros meg a Voga, megcsinálta a Zsocz nevezetű barátunk, már 100 körül van. Tényleg? És vicces. Komolyan mondom, hát mi találtuk ki, de... És mégis vicces. És komolyan, érted, nekem az ellentmondásnak tűnik, de működik. És itt elmondom tulajdonképpen az élményeimet. Aha.
A YouTube-on rá kell keresni Boros meg. Te is azt mondd meg neked, de most tényleg egy picit komolyan zárjuk ezt a beszélgetést. Mit csinálhatsz, mit nem csinálhatsz? Inkább és miben hátráltat, igen. Mit jelent most neked ez? Zolika, mit jelent? A Zolika nekem azt jelenti, hogy rosszuléteket megszünteti. Uh-huh. Szóval voltak ilyen szédüléses rosszulétek, de az már egy frankó dolog. Miután megnézték, ugye, az nagyon fontos volt, hogy amikor mentem erre a vizsgálatra, hogy legyüldögjek a torkomon, akkor én kértem egy kis kábítást. Uh-huh. És lidokaint nyomtak a számba, aztán arra ébredtem, hogy ülök egy kocsiban és visznek. Aha. És úgy meg lehetett állapítani, hogy broncsoltak, kopottak, fáradtak a billentyűim, és akkor azt mondták, hogy jó, ezt lehet reparálni többféle módszerrel, de hízzak meg, mert erre kell egy kis erős ember. És most az van, hogy májusig 5 kilót kell híznom, úgyhogy közben cukorbeteg. Igen. Az jó, az tök egyszerű. Ezek ilyen egyszerű, tök egyszerű projektek, figyelme. Eszek mindent, amit ad, az előtt nem volt szabad. Tejfölt eszek éjfélkor. Az jó. Mézzel, minden. Az jó. Ugye, az jó? Az jó. Nagyon örülök, hogy láttuk. Azért jó egészségben vagy, amilyen. Örülök, jól nézel ki, én szembe dicsérlek, jól nézel ki, én a komolyan mondom. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi munka van, amilyenben. Köszönöm.